lazább, mint amihez én eddig szoktam a válogatottba, szóval ez a később van reggeli, akkor mondjuk ilyen téren. Igazából a stábnak a többi tagja, ugye az egyik fele a videókat készíti nekünk külön, általában ugye csak a jó dolgok vannak benne. Ezt gondolom így az egész norvég felfogásba ez, hogy csak a pozitív dolgokat figyelik. És volt még ott az egyik embere, aki pedig az ilyen erőléti edző. Ha nem veszük elő a mi magyarságunkat, az, hogy mindenhol a kiskapukat keressük, és esetleg többet akarunk lazsálni, akkor nem lesz ezzel gond. Hogyha ha mindenki tudja a dolgát, és tényleg profik leszünk, akkor szerintem ez lehet, hogy célra vezető lesz. Az, hogy a saját mozgásainkat, a saját figuráinkat megnézzük, az tényleg jó dolog, de én azt mondom, hogy ez azért az itthoni videóvágásokon, vagy akár itt a klubban is megvolt, hogy a jó és a rossz dolgokat azért meg kell nézni, meg ki kell javítani, és azt gondolom, hogy tényleg gyorsan dolgoznak, de hát ez a feladatuk. És mondjuk az, hogy így külön személyre le lesz majd bont, vagy mindenki kap egy DVD-t a dolgairól, az is jó dolog, és itt inkább a letisztulás a lényeg, hogy minél jobban megcsináljunk egy figurát, vagy egy paszt, vagy ilyesmi. Szóval ő nem hiszem, hogy teljesen át akar változtatni valakit, hogy olyan dolgot csináljon, amire nem képes, hanem amit tud, azt még jobban csinál.